Az ételkiszállítókat figyelik, vizsgálják a nyugdíj számlaadási kötelezettség teljesítését és a szabályos foglalkoztatást. Málenki robot, szeretteik elhunytáról az évek múlva csak a visszatérő túlélőktől értesülhettek az itthon maradottak. Felívelőben több mint 1 millió plusz vendégészakával zárt a hazai turizmus 2023-ban. A NAV Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei adó- és vámigazgatóság munkatársai január 22-e és február 4-e között az ételkiszállítóknál vizsgálják a nyugtai számlaadást, a szabályos foglalkoztatást, az online pénztárgépek használatát. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ezen felül továbbra is ellenőrzik a vendéglátóhelyeken a jövedéki szabályok betartását, az automaták üzemeltetését, valamint az építőipari vállalkozásoknál a szabályos foglalkoztatást. A revizorok a hét valamennyi napján a vármegye bármely településén ellenőrizhetnek. Érkezik a Futár Nyíregyháza belvárosában, és lehet, hogy ellenőrizni is fognak nála pár dolgot, miután átadta az ételt. A múlt héten és ezen a héten a NAV Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei revizorai ugyanis az ételkiszállítókat vizsgálják célzottan. Az ételkiszállítók kapcsán úgynevezett próbavásárlást végeznek a revizorok, konkrétan ételt rendelnek. Ez azt jelenti, hogy amikor megérkezett a rendelés, akkor első körben a bizonylatolást vizsgálják, egyrészt az ételt kiszállító cég vonatkozásában, másrészt pedig a vendéglátó helyet illetően. Ezt követi a futár ellenőrzése, akinek elkérik az adatait, és a szabályos foglalkoztatást vizsgálják. Erre azért van szükség, mert ebben a körben gyakori az úgynevezett alkalmi munkavállalás, és éppen ezért a revizorok a bejelentési kötelezettség teljesítését ellenőrzik. Érdemes tudni, hogy alkalmi munkavállalás esetén a munkáltató kötelessége, hogy bejelentse az új munkavállalót a NAV felé, a NAV hivatala felé. Abban az esetben, hogyha ezt elmulasztja, akkor akár 1 millió forintos bírsággal is sújtható, de még azt is érdemes tudni, hogy a bejelentési kötelezettségre vonatkozóan van egy nagyon fontos kitétel, a munkába állást megelőző napon kell bejelentenie legkésőbb. Vizsgálják a nyugta és számlaadási kötelezettség teljesítését, a szabályos foglalkoztatást és az online pénztárgépek használatát is. Hasonlóan célzott ellenőrzést legutóbb a karácsonyi időszakban végeztek. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei adó- és vámigazgatóságának revizorai egész évben ellenőriznek, és az ellenőrzések időszakában folyamatosan, vagy az ellenőrzések közül az évvége kiemelt időszaknak számít, így volt ez a tavalyi évben is. Elsősorban a karácsonyi időszakban ellenőrizték azokat az adózókat, akik piacokon, bevásárlóközpontokban, kiállításokon értékesítettek, elsősorban szezonális termékeket, konkrétan például húst, halat, édességet, ajándéktárgyakat, pirotechnikai eszközöket, illetőleg fenyőfát. Emellett a NAV revizorai kiemelten ellenőrzik egész évben azokat az adózókat, akik az online felületeken, különösen a közösségi média felületeken értékesítik a szolgáltatásaikat, valamint termékeiket. Az építőipari vállalkozásokat és vendéglátó helyeket szintén egész évben ellenőrzik. Ezeknél elsősorban a szabályos foglalkoztatást, utóbbinál pedig a jövedéki szabályok betartását is vizsgálják. Az ezen felüli időszakos ellenőrzésekről a NAV honlapján lehet tájékozódni, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei igazgatóság felületén, ahol az ellenőrzési időszakok mellett a vizsgált gazdálkodói kört is meg lehet tekinteni. Egy autószerelő műhely gyulladt ki vasárnap este Sóstóhegyen. A tulajdonos a tűzesetben súlyosan megsérült, két szerelés alatt álló gépkocsi is lángra kapott, valamint a tűz átterjedt az épület tetőszerkezetére is. Több tűzoltó autó bevonásával igyekeztek eloltani a tüzet, a sérültet pedig az égési centrumba szállították, mivel testének 30%-a megégett. A rendőrség vizsgálja a baleset okát és annak körülményeit. A lelki teher, a nagy hideg, a táborokban uralkodó körülmények és az éhség sok vármegyénkből elhurcolt ember halálát okozta. A Málenki robot áldozatainak emlékművénél rótták le kegyeletüket Rakamazon és Szerencsen az elmúlt hétvégén a túlélők hozzátartozói. Gyertyafény és koszoruk őrzik azok emlékét, akik talán sosem térhettek haza szeretteikhez. 1944 végén és 1945 elején az orosz katonai szervek a munkaképes lakosokat nem a háború okozta környékbeli pusztítások helyreállítására, kis munkára, robotra irányították, ahogy ígérték.
A német nyelvű férfiakat és nőket a kollektív bűnökség elve alapján vitték el orosz munkatáborokba. 79 évvel ezelőtt történt szomorú és tragikus eseményekre emlékezünk, miszerint nem tudjuk, hogy miért. Több mint 130 ezer embert hurcoltak el az úgynevezett Málenki robotra. Sok mindent le lehet fordítani magyar nyelvre, de ezt a két kifejezést nem érdemes. Ez maga a történelem, ami ezt a két szó kifejez. Rakamazról több mint 200 embert hurcoltak el, nemre vallásra, felekezetre tekintettel. Egyedüli kitétel volt a nőknél a 16-35 éves kor, férfiaknál pedig ott korra tekintet nélkül hurcolták el az embereket, fiúkat, lányokat, apákat, gyermekeket. Vidnai Győző országgyűlési képviselő beszédében úgy fogalmazott, a hadak útján minden megtörténhetett, és erre emlékeznie kell az elkövetkezendő generációknak is. Magyarország a II. Világháborúban jóval több civil polgári áldozatot vesztett, mint katonait. A civil ember mindig áldozat, hiszen az egyszerű ember, a civil ember nem tehetett a II. Világháborúról. Nem tehetett arról, hogy itt Rakamazon összegyűjtötték az embereket, és különösen vadásztak a szovjet tisztek, a szovjet katonák, a német nevű emberekre, német nemzetiségűekre, mert ezt tudták, és nekik munkaerőre volt szükség a hátországba, hiszen a háború még tartott, 1944-45 fordulóján, és ez mérhetetlen fájdalom és gyász volt azokban a családokban, akik elvesztettek valakit, mert ahogy hallottuk, hogy volt, aki 5 év után tért haza, volt, aki 10 év után, és volt, aki sohasem tért haza. Megyéinkben 1944. október végétől gyűjtötték össze a civileket. A szabolcsi, szatmári, beregi összeterelteket, Debrecenben, Nagykárolyban, Szatmárnémetiben, Tokajban, Szerencsen, Szolyván állomásoztatták egy rövid ideig, innen indultak az orosz táborokba a vonatszerelvények. A szombati rakamazi koszorúzást követően menet indult a városházáig, ahonnan busszal indultak tovább, hogy Szerencsen is megemlékezzenek az áldozatokról. Az előző évihez képest több mint 1 millió plusz vendégéjszakával zárta a magyar turizmus 2023-at. A vendégforgalmi mutatók mellett 23%-kal nőtt a szálláshelyek összbevétele is, a vendéglátóhelyeken pedig összesen 1780 milliárd forintot költöttek el tavaly a vendégek. A legnépszerűbb a Balaton és térsége volt, de Szabolcs-Szatmár-Bereg is a dobogó közelébe került. A gödör mélyéről tért vissza a pandémiát követően a hazai turizmus. Az ágazati szereplők 2022-ben bizakodóbbá válhattak, a 2023-as eredmények pedig már a járvány előtti rekordokat is megcélozták. Több mint 1 millióval nőtt ugyanis a vendégészakák száma egy év alatt. A sikereket azonban árnyalták a gazdasági nehézségek. Lehetett volna jó is. Az a irtózatos magasságú inflációs nyomás, amely a szektort érintette 2023-ban, az egyik oldalról pozitív irányú nettó áremelkedést eredményezett, ugyanis az árak fölmentek, másik oldalon viszont az eredményt azt nullára, vagy éppen pozitív nullára tudta hozni az ágazat. Vendégszámban, illetve vendégészakek számában nem volt rossz a 2023, alulról, de surolta a 2019-et, az évvége pedig kimondottan jónak mondható. Bizakodva néz a turizmus teljes szakma ágazata 2024-re, ugyanis azok az inflációs nyomások, talán a háborúnak a nyomása is egy picit mérséklődik, és ezáltal a turisták is egyre jobban fognak új desztinációt választani, ezen belül Magyarországot. Nekünk természetesen ez a fontos, hogyha kelet-magyarországi desztinációt választják a Magyarországon nyaraló belföldi, illetve külföldi turisták is. Azt kell, hogy mondjam, étterem tekintetében is kimagasló vendégszámot tudtunk az elmúlt évben, 2023-ban magunk után hagyni, 2024-ben pedig minimális emelkedéssel számol a szakma. A legnépszerűbb belföldi turisztikai térség 2023-ban a Balaton volt, ahol nem csak a nyári, hanem az egész éves vendégszám is 9%-kal haladta meg a 2019-es rekordév adatait. Tavaly a vármegye is szép eredménnyel zárt. Negyediként zártuk ezt a folyamatot, aminek
mondjuk, hogyha első, második, harmadik vagy dobogós helyre nem is értünk föl, de azért egy negyedik hely sem rossz. Kimagaslóan jó volt a vendégészakák száma a nyári szezonban is, hiába esősen indult a nyár, attól függően nagyon sokan választották Kelet-Magyarországot, ezen belül a nyírséget, a középmérséget, Nyíregyházát, akár pihenés céllal. Természetesen a konferencia vendégek újra megjelenése a Covid után, ez egy jókara szeletet szakított ki ebből a tortából, amelyet turizmusnak hívunk. Én azt gondolom, hogy 2024-ben is hasonló tendenciák lesznek hanyatlások, lesznek felemelkedések, de összességében jobb évet kellene, hogy zárjunk, mint 2023. A belföldi turisták mellett egyre több volt a külföldi vendég Szabolcs-Szatmár-Berekben is. Még mindig a német nyelvterület az, ahonnan nagyon sokan érkeznek, illetve a határosságát, hogyha a megyének a határosságát nézzük, akkor itt három országgal is határosak vagyunk. Sajnos az egyik nagy határszakasz az most vagy nyitva van, vagy zárva van a háború miatt, kevésbé érintett turisztikai szempontból, de Románia irányából, illetve Szlovákia irányából egyre többen keresik föl a megyénket, egyre népszerűbb a nyíregyházi fürdő, egyre népszerűbbek a látványelemek, nagyon népszerű Nyíregyháza, illetve a kerékpáros túrák, Nyíregyháza, Tokaj, és hogyha itt lobby szándékkal szólhatok, akkor az lenne a cél, hogy 2024-ben megépülne, vagy elindulna legalábbis egy tervezési stratégia, hogy a megye több pontját hogy tudjuk bekapcsolni a kerékpáros turizmusba. A Magyar Turisztikai Ügynökség közleménye szerint tavaly 16 millió turista több mint 41 millió vendégészakát töltött a hazai szálláshelyeken. A vendégforgalmi mutatók mellett a szálláshelyek összbevétele is nőtt, és elérte a 860 milliárd forintot, ami 23%-kal magasabb, mint 2022-ben. A vendéglátó helyeken 18%-kal többet, 1780 milliárd forintot költöttek el tavaly a vendégek. Az 500 ezer forint természetvédelmi értékű fokozottan védett kaszpi haragos sikló lett a 2024-es év hüllője. Hazánkban már régóta az egyik legritkább hüllőnek számít, hiszen löszgyepeken, dolomit és mészkőkopárokon kialakult élőhelyeinek többsége mára feldarabolódott vagy elveszett. A települések közelében nagy veszélyt jelentenek rájuk a házi macskák és kutyák. Sokuk a közutakon autókerekek alatt végzi. Egy ilyen elütött példány révén derült fény a dunamenti populációkra a 2000-es évek elején. Ez Magyarország legtermetesebb kígyója, 2 méter feletti hosszúságot is elérhet, vastagsága pedig egy női csuklójénak felel meg, tehát ez egy igen termetes állat. Zsákmányalatai is nagyon szélesek, eszik hüllőket, gyíkokat, más kígyókat, de főleg rákcsálókkal táplálkozik, ott, ahol megteheti és együtt él az űrge kolóniákkal, bizony a termetes űrgét is képes legyűrni, lenyelni. Ugye nem mérges kígyóról van szó, ezek a kígyók úgy zsákmányolnak, mint az óriás kígyók, gyakorlatilag megragadják a fogaikkal, a szájukkal a zsákmányt, rátekerednek, és a szorításukkal megakadályozzák, hogy a zsákmány alatt lélegzetet tudjon venni, és utána az így lefojtott áldozatot tudják lenyelni. Elkezdődtek a Macska játék című darab olvasó próbája Móricz Zsigmond Színházban. Örkény István egyik legismertebb és legtöbbet játszott színpadi remekét Verebes István rendezésében viszi színre a Nyíregyházi Társulat. A főbb szerepekben Pregicel Fruzsinát, Szabó Mártát, Horváth Margitot és Széles Zitát is láthatja a közönség. A Macska játék első olvasó próbája a Móricz Zsigmond Színházban. Örkény egyik legismertebb és legtöbbet játszott remek művét a Jászai Mari díjas színész rendező Verebes István állítja színpadra. Ezt a darabot én 1970-ben kaptam készhez, mikor a 25. színházban voltam, és akkor ott ilyen úttörő hangulat volt, és a színészek olvasták a darabot, hogy mit játszunk. És akkor én ezt elolvastam, és azt mondtam, hogy ez egy fantasztikus dolog, mert ez egyrészt nem darab, másrészt pedig hát öregekről szól, mi meg ott fiatalok voltunk, a jobban, Gabi Hauman. És akkor azt nem játszottuk el, de az elsők között voltam, aki olvasta ezt a darabot.
és amikor megrendeztem már egyszer Győrben ezt, ezt nagy színpadon, akkor voltam olyan pimasz, hogy a feleségének, aki kiváló dramaturg, Radnóti Zsuzsa, azt mondta, ugye, hogy ez egy zseniális darab. És voltam olyan pimasz, hogy azt mondtam, hogy nem, ez egyáltalán nem zseniális ez a darab. Ez nem is darab. Az örkény, az zseniális. A, nem szeretem a szót, de a kihívás, a feladat. A feladat itt az, hogy ebből a vallomásból, ami egy monológ tulajdonképpen, egy történetet olyan vertikumokban elmesélni, hogy az megrendítse a nézőt, és hát egy kicsit kacagjon is magán. Az egyszerre szívszorító és mulatságos történetben két egymástól távol élő nővér sokféle dinamikájú küzdelmét látjuk az idő múlásával a méltósággal viselt öregedésért, az emberi kapcsolatok megtartásáért. Verebes István elmondása szerint a mű olvasata az idők folyamán benne is sokat változott. Ez a darab is egy nagy, úgy tűnik, mint egy nagy szerelemnek a története, de igazság szerint a számomra legalábbis az érzelmeknek a presztízséről van szó. Arról van szó ebben a darabban mélyen, hogy amikor valami nagyon fontos az életünkben, és a bizalmat elveszítjük, abba belehalunk. Ezt nem hagyjuk veszni, azért harcolunk, abba beledöglik a lelkünk. És mindezt egy olyan korosztályba helyezi, ami már az enyém. Tehát ennek a tapasztalatait azért én már ismerem, hogy ilyenkor az ember nehezebben csalódik, nehezebben ereszti el, ami már megvolt, érzelmileg. Úgyhogy ez gyönyörűséges látás. A macskajátékban a nyíregyházi társulat közönség kedvencei remekelhetnek majd. Pregicer Fruzsina, Horváth Margit, Szabó Márta és Széles Zita mellett István István, Tari Patrícia és Tar Dániel játékát is élvezhetik a nézők. Az előadást március 8-án a Krúdi Kamara színpadán láthatja először a közönség. Lejátszotta a bajnoki rajt előtti utolsó felkészülési meccsét a Nyíregyháza Spartakusz. Timár Krisztián együttese az NB1-es Mezőkövesd ellen játszott 3-3-as döntetlent. A Spari szombaton már bajnoki pontokért a Tisza Kécskét fogadja. Győzelemmel kezdte az évet a sényői futballcsapat, az MB3 északkeleti csoportjában 13. helyen álló együttes első felkészülési meccsén az Újfehértót verte 1-0-ra. Nagy Sándor együttese a tavaszi nyitó fordulóban a 12. 60 otthonában lép pályára. Nem úgy alakult az őszi szezon a sényő számára, ahogyan azt szerették volna. A csapat minden idényben az egyszámjegyű helyezést célozza meg, ettől viszont 17 fordulót követően egyelőre elmaradt az együttes. Ennek is köszönhető, hogy az utolsó két fordulóban új edző, Nagy Sándor irányította a sényűt. Egy pici tapasztalatom van, mert már dolgoztam az MB3-ban. Én úgy gondolom, hogy az a színvonal megmaradt, ami volt akkor is. Egy nagyon jó színvonalú ez a keleti csoport. Ugye harcos csapatok vannak. Nagyon kiegyensúlyozott ez a táblázat, és mutatja, hogy hiába vagy hátul, akkor is, mit tudom, az ötödik helytől 8-9 pontra vagy, szóval az hamar ledolgozható. A sényűiek kulcsembere, Kapacina Valer a csapattól és saját magától is jobb teljesítményt vár az őszinél. Most csak 13 meccsünk van, a nagy részét hazai pályán fogjuk játszani, ugye sokat játszottunk idegenbe, minden meccsre úgy készülünk, hogy nyerni szeretnénk, aztán meglátjuk, hogy mi sikerül belőle. Nekem sem úgy sikerült ez a fél évem, ahogy szokott, ugye gólokban, a gólpasszokkal még nem is volt hiány, de a gólok azok most hiányoztak. Ugye nekem is volt egyéb lemaradásom, amit most próbálok helyrehozni, és remélem, bízom benne, hogy a tavasszal gólokkal meg gólpasszokkal tudom segíteni a csapatot. A sényű szerdán a Spari 2-vel játszik, majd a Cigánt, a Füzesgyarmat, a Mátészalka és a Pest vármegyei Albidok FC következik a sorban. A tavaszi nyitófordulóban a 12. 60 otthonában lép pályára Nagy Sándor együttese. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal revizorai a hét valamennyi napján Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bármely településén ellenőrizhetnek. Január 22-e és február 4-e között az ételkiszállítókat vizsgálják célzottan, elsősorban a nyugtai számlaadást, valamint a szabályos foglalkoztatást. Emellett egész évben ellenőrzik az építőipari vállalkozásokat és a vendéglátóhelyeket. A II. Világháború traumáinak egyike a Malenki robot, amely a civil lakosság Szovjetunióba való kényszermunkára történő elhurcolását jelenti. Szombaton Rakamaz város önkormányzata és Rakamaz város német nemzetiségi önkormányzata tartott közös megemlékezést a Kálvária Park hősi emlékművénél. Sikeres évet zárt a turisztikai ágazat 2023-ban, egy év alatt ugyanis több mint 1 millióval nőtt a vendégéjszakák száma hazánkban. Szakemberek szerint 2024-ben az autentikus élmények és a prémium színvonalú ajánlatok mellett az üzleti és szabadidős utazást kínáló helyszínek lesznek a legnépszerűbbek. Január 29-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés friss hírekkel, pedig holnap este is várjuk majd önöket. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden az uzmarás ködés réteg felhőzet helyenként csak lassan oszlik fel, sőt egyes helyeken, főként a Dunától keletre fekvő részeken akár egész nap is megmaradhat. Másút derült napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos országrészekben 3 és 5 fok között alakul.